Amerikai újságírókért menedékjogot Magyarországon. Washington szankciókat vezetett be magyar állampolgárokkal szemben. Átírták a naptárt Ukrajnában. Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja, de ez történt ma. Mai témáink röviden. Magyarországon kérne politikai menedéket egy amerikai újságíró, akit állítólag megkínoztak egy ukrán börtönben. Politikai üzenet? Vízumkorlátozásokat vezetett be Amerika a magyar állampolgárokkal szemben. Visszavonulást javasolta megszólalni képtelen republikánus vezetőnek Niki Héli elnökjelölt aspiráns. Nagy változás! Idén már decemberben ünneplik a karácsonyt Ukrajnában. Összüzet indított Németország és az Egyesült Államok megpróbálják elkergetni Magyarországról a befektetőket. Önök az augusztus elsőjei adást hallják a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában, amelyeket a videónk leírásában szereplő linkeken el is olvashatnak, csak úgy, mint a hetek.hu oldalon. Az ukrajnai háború híreivel részletesen is foglalkozunk a Háborúk Hírei című újravatunkban, amely minden hétköznap reggel jelentkezik itt a csatornánkon. Nézzük akkor mai témáinkat részletesebben. Gonzalo Lira, amerikai csílei állampolgárt három hónapig tartották fogva egy ukrajnai börtönben, mert állítólag orosz propagandát terjesztett. Az ukrán ügyészség hivatalos dokumentumokban elismerte azt, hogy a külföldi újságíró valójában semmilyen bűncselekményt nem követett el azzal, hogy olyan videókat tett közzé a YouTube csatornáján, amelyekben a nyugatot és az ukrán kormányt bírálta, és kijelentette, hogy az orosz támadásokat és az ukrajnai háborút Kijev provokálta ki. Lírát már letartóztatták tavaly egyszer, majd elengedték. De idén május 1-én újra elfogták, börtönbe került, és nem engedték kommunikálni a családjával sem, nem hivatott ügyvédet, és a csilei nagykövetség embere is elátogathatták meg. A harkívban tevékenykedő újságíró azt állítja a Twitter bejegyzésében, hogy látszólag mindent törvényesen csináltak az ügyében, de valójában megkínoszták a börtönben. A kínzásokat nem az ukrán börtönőrök vagy a titkos szolgálat emberei végezték, hanem a többi fogvatartottat utasították lira megverésére. A tudósítók kifogásolta, hogy bár amerikai állampolgár, de az amerikai nagykövetség nem tett túl sok mindent azért, hogy kiszabaduljon a börtönből, csak háromszor felhívták telefonon, és úgy mondat támogatásukról biztosították. Az ukrán titkosszolgálat végül nem talált bizonyítékot arra, hogy Lira az oroszoknak kémkedett volna, és szabadlábra lábra helyezték végül. A napokban lett volna a férfi tárgyalása, és előre megmondták neki, hogy bűnösnek fogják találni, és ezért 5-8 évig terjedő szabadságvesztésre számíthat majd. Az újságíró ezért úgy döntött, hogy gyorsan megpróbál elmenekülni az országból, és Magyarországon folyamodik politikai menedékjogért mert más uniós országokban biztosan kiadnák Ukrajnának, hogy aztán munkatáborba kerüljön. Vízum vezetett be Amerika a magyar állampolgárokkal szemben. Az Egyesült Államok kedden jelentős korlátozásokat vezetett be a magyar útlevéllel rendelkezőkkel szemben a hatályos vízummentességi program engedményeit illetően. A nagykövetség honlapján olvasható közleményben Washington azzal indokolta a váratlan döntést, hogy Magyarország nem szüntette meg azokat a biztonsági kockázatokat, amelyekre Amerika már több ízben is felhívta a magyar fél figyelmét. A nagykövetség közleményében azt írja, hogy a magyar állampolgárok számára az utazási engedélyt jóváhagyó elektronikus rendszer, rövidítve ezt ennek a keretében kínált két éves érvényességi időt egy évre csökkentik, és az ezt a rendszerben csak egyszeri látogatást engedélyeznek a jövőben a magyarok számára, jelentősen szigorítva ezzel a beutazás rendszerén. Ugyanakkor a 2023. augusztus 1 előtt kiadott valamennyi esztengedély továbbra is két évig lesz érvényes, és többszöri belépésre jogosítja fel a magyar állampolgárokat, vagyis Washington nem alkalmaz visszamenőleges hatályt. Az amerikai indoklás szerint Magyarország 2011 és 2020 között mintegy 1 millió embernek, többségükben a szomszédos államokban élő magyar nemzetiségű személyeknek adott állampolgárságot a személyazonosságuk ellenőrzésére szolgáló megfelelő biztonsági intézkedések nélkül áll a nagykövetség közleményében. Ez pedig biztonsági kockázatként értékeli Amerika. Mint közölték, mindaddig, amíg a magyar kormány nem küszöböli ki az USA által kifogásolt kockázatokat a személyazonosítás terén, addig a szigorítások érvényben maradnak. Arra az újságírói kérdésre, hogy az intézkedés összefüggen más a két kormány közötti, döntően politikai nézeteltérésekkel, egy meg nem nevezett amerikai kormánytisztviselő úgy válaszolt, hogy az Egyesült Államok kiemelten figyel Magyarország döntéseire, azonban ezt a lépést nem szabad más problémákkal kapcsolatos üzenetként értelmezni. A belügyminisztérium közleménye szerint viszont az Amerikai Egyesült Államok a kettős állampolgársággal rendelkező külhoni magyarok adatait követelte Magyarországtól. De, mint írták, Magyarország ezt nem adja ki senkinek, mert a külhoni magyarok biztonsága a tét. Ezért áll most bosszút a magyarokon Joe Biden elnök úr kormánya tette hozzá belügyminisztérium közleményében. Visszavonulást javasolta megszólalni képtelen republikánus vezetőnek Nikki Haley elnök jelölt aspiráns. Nikki Haley volt amerikai ENSZ nagykövet, azt javasolta a pártársának, a republikánusok szenátusi frakcióvezetőinek Mitch McConnellnek, hogy hagyja ott hivatalát múlt heti botrányba fulladt nyilvános szereplése után. Az ominózus eset, amire Héli utalt, az volt, hogy McConnell a kamerák előtt teljesen lefagyott és képtelen volt megszólalni a kapitóliumban tartott egyik sajtótájékoztató során. Egyik pillanatban még beszélt, a másikban pedig se kép, se hang. A sajtótájékoztató említett részlete a hetek cikkében megtekinthető, a linket a leírásban megtalálhatják. Úgy gondolom, Mitch McConnell csodálatos munkát végzett. Ha a bírói arról van szó, ha a bírákat nézzük, a legfelsőbb bíróságra tekintünk. nagyszerű vezető volt, mondta Héli, Dél-Karolina egykori kormányzója, aki korábban az Egyesült Nemzetek Szervezetében volt nagykövet, még Donald Trump elnöksége alatt. De, folytatja Héli, véget kell vetnünk annak, hogy azért választunk meg embereket, mert jól néznek ki a képeken, és jól mutat a kezükben egy baba. Kiemelte, hogy a szerinte 90 éves Diane Feinstein amerikai szenátornak, a 80 éves Joe Bidennek és a 83 éves Nancy Pelosi kongresszusi képviselőnek tudnia kellene azt, hogy mikor kell távozni, utalva ezzel a politikusok magas életkorára. Haley nyilatkozatában mandátumkorlátozást és mentális állapot felmérést javasolt a kongresszusban a 75 év feletti politikusok számára, kiszűrve ezzel a hivatali teendők ellátására alkalmatlan személyeket. A 81 éves McConnell szóvivője a múlt héten ugyanakkor elmondta, hogy ki szeretné tölteni mandátumát a képviselő, amely 2026-ban jár majd le. McConnell irodája azt is közölte, hogy a szenátor szédült, amikor a videón látható különös jelenet zajlott, de nem közöltek további részleteket arról, hogy mi állt a kérdéses epizód hátterében. A Guardian beszámolója szerint McConnell még az évelején kórházba került, miután egy színpadon elesett és agyrázkódást, valamint bordatörés szenvedett. Februárban és a múlt hónap elején pedig Finnországban is elesett, miközben leszállt egy gépről a régen nemzetközi repülőtéren Washingtonban. Nagy változás. Idén már decemberben ünneplik a karácsonyt Ukrajnában. Az ukrán ortodox egyház jóvá hagyta azt a kezdeményezést, hogy a nyugathoz igazodva ezentúl decemberben ünnepeljék a karácsonyt Ukrajnában. Zelenszky elnök még július elején nyújtott be egy javaslatot, amely szerint Ukrajnában nem az ortodox egyházban megszokott időpontban januárban ünnepeljék a karácsonyt, hanem a nyugati egyházaknak megfelelően decemberben. Most az ukrajnai ortodox egyház is jóváhagyta a javaslatot, így már január 7-e helyett december 25-ére került át az ünnep. A Julián naptárról a Gergely naptára való átállást a több mint 160 püspökből csak öten ellenezték. Az átállásra 2023. szeptemberében kerül sor, így Ukrajnában már idén is december 25-én ünneplik a karácsony. A döntés hátterében az áll, hogy az ukrán ortodox egyház a háború kitörése óta elvált és elhatárolódott a korábban Oroszországhoz kötődő ukrajnai ortodox egyháztól. Az időszámítással kapcsolatos változtatás az oroszországi egyháztól való eltávolodásnak egy újabb lépése volt. Ösztüzet indított Németország és az Egyesült Államok megpróbálják elkergetni Magyarországról a befektetőket. A Mandiner elemzése szerint koordináz akció zajlik a kiváló magyar-német és magyar-amerikai gazdasági kapcsolatokat rombolandó. Amikor amerikai vállalkozókkal beszélek, az ő szókincsük eltér a politikai szókincstől, mondta néhány napja Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Eszter Gomi MCC Festen, Utalva a szankciók és David Pressman nagykövet szándékos provokációi jellemezte hűvös politikai kapcsolatoknál jóval szívélyesebb magyar-amerikai gazdasági kapcsolatokra. Nagyon úgy tűnik azonban, hogy az Egyesült Államok Németországgal összefogva, vagy éppen utasítva a németeket, mi hamarabb szeretne ezen változtatni. Nem különösebben bonyolult, hogy miért. Magyarország GDP növekedését, amely az Európai Uniós források érkezésében 2021 óta tapasztalt fennakadások ellenére is erős maradt, jelentős részben a külföldi befektetések biztosították. Ha sem EU-s pénz, sem külföldi befektetés nincs, Magyarország súlyos nehézségekkel néz szembe. A múlt hét közepén hozta ki az USA külügyminisztériuma az amerikai vállalatok befektetési döntéseit orientáló befektetési klíma állásfoglalásait, amelyeket az amerikai külügy az egyes országban működő amerikai nagykövetségek információira alapozva állít össze. A Magyarországra vonatkozó idei állásfoglaláson már igencsak meglátszik David Pressman kéznyoma. Bár a tartalmi elemzés alig tér el az eddigi évek alapvetően pozitív képétől, a vezetői összefoglaló, amelynek a legtöbb esélye van arra, hogy amerikai cégvezetők szemgolyóját megragadja, az hemzseg a válogatott szidalmaktól. Az Egyesült Államok a 2023-as befektetési klímaállásfoglalásaiban még az amerikai-magyar gazdasági kapcsolatok 2020-as eredményeivel büszkélkedik, amikor is Németország és Ausztria után a harmadik legnagyobb befektető volt Magyarországon, és mindenki másnál több munkahelyet hozott létre. Jó okkal nem hoznak ennél frissebb adatokat, hiszen az ezt követő két évben a magyarországi befektetések egyre inkább Dél-Koreából és Kínából érkeztek már a hajdan volt boldogság felemlegetését követően ugyanakkor már a szidalmak következnek. Az elemzőket továbbra is aggasztja az értékelés, hogy a magyar kormány igazságtanul részesíti előnyben a hazai tulajdont a külföldi befektetők kárára, a bank, média, energia, kereskedelmi, közszolgáltatási és telekommunikációs, valamint a biztosítási szektorban. Emellett felhívják a figyelmet az egyszereplős közbeszerzésekre, valamint arra, hogy a Transparency International tények helyett civilek és üzletemberek benyomásain alapuló korrupció percepciós indexében az EU legkorruptabb tagállamának hozta ki hazánkat. Tájékoztatják a befektetőket arról is, hogy a magyar kormány 2020 óta vészhelyzeti rendeleti kormányzást folytat. Ez egyébként az összes német kritikában is megjelenik, így a háborús vészhelyzet megszüntetésével a kormány könnyen kiúszhatna a kampány egyik méregfogát. Illetve arról is szó van, hogy Magyarország szinte összes közfejlesztési projektét az EU finanszírozza, ezért az EU-s források visszatartása jelentős gazdasági kockázat marad Magyarország számára. A vezető észrefoglaló gyöngyszeme azon a rész, amelyben az USA azt panaszolja, Magyarország lassuló gazdasági növekedéssel és magas energiárakkal néz szembe, amelyeket Ukrajna-Oroszország általi lerohanása, a bizonyos alapvető élelmiszerekre bevezetett állami árplafon, valamint a forint gyengülés keveréke okoz. Tehát az orosz-ukrán háború és a nyugat-oroszország gazdasági háború eredményeképpen megnőtt, azóta pedig jelentősen mérséglődött energiárakat képtelen összefüggésbe hozzák az egyébként mai hatállyal kivezetett élelmiszerár sapkával, csak azért, hogy erre az egyébként piac ellenes és a befektetőknek nyilván antipatikus intézkedésre felhívják a figyelmet. Az összefoglaló végén utalnak arra, hogy az USA máig tisztázatlanokokból felmondta a kettős adóztatási egyezményt, amely jövő január 1-től így hatáját veszti, és mindenféle gazdasági vonatkozás nélkül még odabigyeztik, hogy bár a magyar kormány azt tervezi, hogy 2030-ig 20-ról 27%-ra növelje az ország erdőtakaróját, az energiaválság miatt a fakitermelési szabályokat a védett területeken is lazította. Idén áprilisban a Spiegel is dörgedelmes cikket írt, amely elkezdődött egy kampány Németországban a magyar-német gazdasági kapcsolatok rombolásának céljával. Júliusban pedig az Európai Parlament német szociáldemokrata alelnöke Katarina Barli szólította fel a BMW-t arra, hogy Magyarország helyet vigye a De Debrecenben építendő gyárat Romániába. Legalábbis a Der Spiegel szerint sokuknak nem tetszik, hogy a kormány növelni akarja a magyar tulajdon arányát az iparban, amit gazdasági nacionalizmusnak neveznek. A Frankfurter Runcsa hasábjain az áprilisi kampány most megismétlődött a Frankfurti lap tegnapi cikkében arról írt, az EU kellős közepén hihetetlen dolgok történnek, ugyanis egyre több külföldi vállalat számol be egy olyan politikai rendszerről, amely a kisembizésüket célozza. Azt írják, magas különadókról van szó, amelyek diszkriminatív módon csak külföldi cégeket érintenek, tiltásokról, amelyek korlátozzák a növekedés dekrétumokról, amelyek rögzítik az árakat és olyan ügyészekről, akik szándékosan külföldi cégek dolgozóinál rendelnek el házkutatásokat. A Frankfurter Rundschau megjelöli ugyan, hogy az építőanyaggyártás, energia, telekommunikáció, élelmiszerkereskedelem és közlekedés területén dolgozó cégekkel beszéltek a cikk elkészítéséhez, de konkrét bizonyítékokat igen szűkösen biztosítanak, mondván, hogy a legtöbben csak azzal a feltétellel beszéltek, hogy a neveiket ezt követően nem használják. A nagy képet a német lap úgy rajzolja meg. Bár már Orbán felemelkedésével is elindult a médiumok oligarchák általi felvásárlása és állállamosítása, az igazságszolgáltatás kiüresítése, Orbán barátainak és családjának fontos pozíciók beemelése, de ettől még az országa befektetők számára alapvetően vonzó maradt egészen a 2021-es törésig, amelyet a pandémiás vészhelyzetbe vezetése fémjelez. Alap azt írja, a kormány a vészhelyzetet a parlament hozzájárulása nélkül meghosszabbíthatja, és szerintük innentől kezdve szorul a hurok a cégek körül. Ezután egész pontosan két konkrétum következik. Egyrészt a Heidelberg Materials nevű szemengyár esete, amely a 90%-os bányajáradék miatt van felháborodva, és már az áprilisi Spiegel lejáratú kampányban is központi szerepet vitt, Másrészt pedig idézik az E.ON. Hungária ügyvezetője portfóliónak adott interjúját májusból, amelyben Guntram Würzberg ugyan pozitívan nyilatkozott a magyarországi befektetési környezetről, de kifogásolta azt, hogy az azóta rendeződő helyzetű Dunafert állami rendelet alapján alapvetően ingyen kellett árammal ellátniuk. Ezt a két esetet, amelyből egyik sem tűnik sem saját oknyomozásnak, sem új információnak, tehát ezt a kettőt próbálja eladni a Frankfurter Runcha most egy újabb lejárató kampányá habosítva. Nos, ennyi fél bele mai ajánlókban Morvai Pétert hallották, az ez történt ma, mai adásában. Holnap is várom önöket aktuális hírekkel, ajánlókkal, és hogyha szeretnének ezekről az új adásainkról biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már több mint 41 ezeren meg is tették, amit ezután is nagyon köszönünk akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatti sávban található köszönet gombon tudják ezt megtenni tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást, és természetesen a megtekintéseket is. Viszont hallásra szép napot és szép estét kívánok mindenkinek!